Hálapénz, orvoselvándorlás, oktatásfejlesztés, szakmai programok az első medikus fesztiválon. Megjelent a Kórus Fesztivál programja, 2015-ben közel 6000 vendég érkezik a nemzetközi eseményre. Új szakmai stábbal vág az új szezonnak a PMFC Mátiás, a csapat szombaton az MTK-t fogadja. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pécs TV híradóját látják, július 24-én csütörtökön tartsanak velünk. Ötven új gépjárművel bővült a Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodási program Kökény regionális hulladékkezelőközpontja. Az új gépeket csütörtök délelőtt mutatta be Páva Zsolt polgármester. A cég a 16 milliárdos Mecsek-Dráva programban vásárolta az új járműveket. A kocsik felépítményét és kiegészítőit Pécset pécsi dolgozók állították elő, hangsúlyozta a polgármester, míg a teherautókat Magyarországon szerelték össze. Ez egy újabb lépés azon az úton, amin elindultunk. A pécsi erőmű megújuló energiaforrásokat használ, korszerűsítjük a buszparkot, bicikliutakat építünk, az új járművek pedig a pécsiek szelektív hulladékát viszik majd el a korábbi kocsiknál jóval kevesebb káros anyag kibocsátása mellett, mondta a polgármester. Hálapénz, orvoselvándorlás és oktatásfejlesztés, ezekben a témákban tartottak szakmai napot az első medikus és orvos fesztiválon. Az eseményen az ország mind a négy orvosi képzőhelye részt vett. A szakmai kérdéseken túl zenei programok, szimulációs játékok, sport várta a fiatal orvosnövendékeket Balatonkenesén, a Pécsi Tudományegyetem általános orvoskara szervezésében. Zene, sport és jó hangulat a magyar tenger partján 4 napon át. Június végén tartották az első medikus és orvos fesztivált Balatonkenesén, a Pécsi Orvoskar szervezésében. De nem csak a szórakozásról szólt az esemény. A második napon szakmai kérdésekről tartottak tájékoztatókat, megbeszéléseket. Szakmai témákat vitattunk meg az egyetemi vezetőkkel, illetve az egészségügyben dolgozó vezetőkkel. Hát ilyen témák voltak a gyakorlati oktatás fejlesztése, a skills-lebek fejlesztése, az orvos elvándorlás, a hálapénzrendszer, gyakorlatilag ezekről esett szó. A fesztiválon a szegedi, debreceni, budapesti orvoskarok vezetői, képviselői is ott voltak a pécsiek mellett. Így várhatóan évközben is folytatódnak ezek az egyeztetések, mondja Duga Zsófia. Nagyon hasznos volt az, hogy a négy egyetem képviselői jelen voltak, tehát mind a négy egyetem érintett képviselői tudtak erről konzultálni, és nyilván tovább folytatódik. Tehát itt gyakorlatilag határozatot vagy állásfoglalást, hogy ilyesmi nem született, csak megbeszélték a jelen állást és a jövőbeni fejlődés lehetséges irányait. Az érdeklődők a szakmai programokon túl több mint 20 koncerten és strandjátékokon is részt vehettek. A bátrabbak pedig öregségi, terhességi és tudatmódosított állapot szimulációs játékokban próbálhatták ki, milyen más bőrébe bújni. Az első medikus és orvos fesztiválon napi 500 vendéget fogadtak a szervezők. Közel 60 millió forintot költ Pécs iskola felújításra ezekben a hetekben, írja a Pécs Ma. A város a szakmai működtetést ugyan átadta a Klebersberg intézményfenntartó központnak, de az épületeket nem. Páva Zsolt polgármester a lapnak elmondta, azért döntött úgy a városvezetés, hogy megtartja az épületeket, mert így látott garanciát arra, hogy sikerül azokat felújítani. Idén-nyáron éppen ezért újabb 60 milliót költenek rájuk. A nagyobb projektek közül lassan befejeződik az elhíresült, IMS szerkezettel épült testvérvárosok terei iskola komplett szerkezeti megerősítése, modernizálása. A Lövei gimnáziumban szintén több 100 millió forintos fejlesztés zajlik, ott természettudományos laboratóriumot hoznak létre, és az épületet is felújítják. Szerda délután hirtelen csapott le a vihar Pécsre, és a kritikus területeken pusztított is. Az Ágoston téren az autók rendszámtábláit is leszakította a lezugduló eső. A meteorológiai szolgálat korábban egyébként riasztást adott ki a megyére a nagy mennyiségű eső miatt. Ez sok helyütt meghaladta a havi összes csapadék mennyiséget. Bő fél órás szakadó eső után kisütött a nap. A hét hátralévő részében egyébként egyre jobb időre számíthatunk. Szombat-vasárnapra visszatér a nyár.
Éppen mához egy évre, 2015. július 24-én nyitja meg kapuit az Európa Kántát Fesztivál Pécsett. Ezért már a napokban megjelent a Nemzetközi Kórus Fesztivál pécsi programja. Ez azt jelenti, hogy a részt venni kívánó nemzetek kórusai mostantól kezdve eldönthetik, mely zenei produkciókban kívánnak majd szerepelni. A fesztivál programja és a részvétel feltételei találhatók ebben a kis füzetben. Ugyanez pedig letölthető a www.ecpecs2015.hu weblapról is. Az Európa Kantát Nemzetközi Kórus Fesztivált 2015. július 24 és augusztus 2-a között rendezik meg Pécsett. A fesztiválnak komoly múltja van városunkban is, ugyanis 1988-ban már vendégül látta Pécs a három évente más országba utazó rendezvényt, akkor 3600 énekes vett részt. Bemutatja azokat a műhelyeket, amelyben majd dolgozni fognak a énekesek, az 5-6 ezer énekes. Ez pontosan 57 műhelyt jelent, és meghatározza a határidőket, hogy meddig lehet jelentkezni ezekre a programokra. Pontosan közli azt, hogy mennyibe kerül a részvétel, és ezen kívül közli azokat a programokat, még amik ezeken a műhelyeken kívül lesznek. Délelőttönként műhelymunkák, délutánonként és esténként koncertek, fantasztikus produkciók elé néz majd a város. A világ minden tájáról érkező énekesek együtt tanulnak be műveket egy elismert karnagy irányításával, közös felkészülésüket pedig záró koncerten mutatják be. Különböző zeneműveket előadni Bachán, miséje például, vagy egy olyan műhely, ahol a műzikeleket lehet megtanulni, énekelni közösen, több nemzet énekesével, tehát tulajdonképpen itt erről van szó. A 2015-ben megrendezésre kerülő kórusfesztivál még külön karnagyoknak és zeneszerzőknek szóló szakmai programokkal, fiatal menedzser tréninggel és különleges gyermekprogramokkal várja a kórus éneklés szerelmeseit. A pécsiek és a turisták is csatlakozhatnak majd a fesztiválhoz. Sztárfellépők esténként rendezett közös éneklések a Dombtéren, valamint folklor és gasztronómia programok várják a fesztiválozó közönséget. Hamarosan elkezdődik a diákok albérlet keresési időszaka, miután csütörtök este nyilvánosságra hozzák a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A vidéki egyetemekre felvételt nyerő diákok olcsóbb bérlemények közül válogathatnak, írja az MTI. Pécsett és Debrecenben is 50 ezer forint körüli árakon érhetőek el az egyszobás lakások, míg a másfél szobásokat már 57 és 66 ezer forintért is ki lehet bérelni. Az olcsóbbak közé sorolható még Szeged és Nyíregyháza, ott átlagosan 38 ezer forintért adnak ki egy egyszobás lakást. Szombathely és Eger továbbra is a vidéki középmezőnyben van. Egerben 44 és 52 ezer forint közötti árakkal, Szombathelyen 41 és 58 ezer közötti árakkal kell számolni. Nagyon gyenge évet zártak idén a méhészek a hűvös csapadékos nyár miatt. A szakemberek szerint a termésmennyiség messze elmarad, még az utóbbi évek alacsony átlagától is. Ez arra elég, hogy a hazai piacot kiszolgálja, exportra azonban alig jut majd belőle. Egy vontatott, lassú, csekély mértékű hordás volt, úgyhogy az egész év katasztrofális. Nagyon gyenge évet zártak a méhészek az idén a megtermelt méz mennyiségének szempontjából. A problémát a főhordási időben érkező hideg, csapadékos időjárás okozta. Az akác mézből körülbelül az előző évek viszonylatához képest is olyan 60-70%-kal van kevesebb. A repceméz is egy jó 50%-kal kevesebbet adott. Hársmézünk egy olyan általában egy, mondjuk úgy finoman, hogy 50%-kal kevesebb, a napraforgó pedig olyan 30-40%-kal kevesebb termést adott az idei évben, mint amennyit megszokhattunk az előző évek viszonylatában is. A méhészeket az utóbbi években az ág is húzza, ugyanis tavaly a hideg tavasz miatt nehezen fejlődtek ki a családok, és a hordásra nem voltak azon a fejlettségi szinten, ami kellett volna egy jó termés mennyiséghez. A szakemberek szerint az idén megtermelt méz a hazai piacot kiszolgálja, azonban exportra alig jut majd belőle. Az idén az időjáráson kívül a gyakori szúnyoggyérítések is problémát okoztak a méhészeknek. A tavaly évben főképpen inkább csak a frekventált, turisztikailag frekventált területeken okozott problémát a szúnyogoknak a gyérítése. Az idei évben pedig már sajnálatos módon Pécsen is a méhészek számára gondot jelentett. Ugyanis a szúnyogok gyérítésére használt szer a méhekre is veszélyes, és a rengeteg különböző időpont miatt a méhészek nem tudták, mikor ne engedjék ki a rovarokat.
Máj Gábor elmondta, az idén már elkezdték a településekkel, a megyei főjegyzővel és a katasztrófa védelemmel az egyeztetést, hogy milyen módon tudnak egy mindenkinek megfelelő rendszert kialakítani a problémára. Szombaton Rajtól a PMFC Mátyás csapata számára a labdarúgó NB1 új szezonja. A nyári felkészülési időszak rövidsége miatt nagyon gyorsan ki kellett alakítani a keretet. Az augusztus 31-én lezáruló átigazolási szezon vége előtt még csatárposztra mindenképpen igazolna játékost a szakmai stáb. Az első fordulóban az MTK gárdája látogat a Stadion utcába. A jó bajnoki rajt mindig fontos. Ha sikerülne itthon tartani a 3 pontot, az lökést adhatna a játékosoknak a sikeres folytatáshoz. Az MTK ellen egyébként eddig 1955 óta 89 mérkőzést játszott a Pécs, és ezek közül 19-et nyertek meg. Annyi szerencsénk volt, hogy csapatot építeni nem kellett, talán 1-2 játékost kéne még beépíteni. Ez talán megkönnyíti a munkánkat, meg azért jobban ismerjük egymást. És az MTK ellen mindenféleképpen itthon szeretnénk tartani a 3 pontot. Vendégem a stúdióban Kulcsár Árpád, a PMFC Mátyás másodedzője. Üdvözöllek! Én is üdvözöllek, illetve a nézőket is. Először is gratulálok ehhez a kinevezéshez. Ugye te itt nőttél föl a pécsi csapatnál, játékosként is rengeteget játszottál itt fiatalon is, illetve az NB1-ben is. Hogyan érkeztél, milyen elvárásokkal érkeztél a csapathoz, illetve ugye most túl vagytok már a felkészülési időszakon, indul a bajnokság. Igen, igazából nagyon furcsa az élet, a legnagyobb forgatókönyvíró, mindig azt szoktam mondani, valahogy úgy hozza az élet, hogy folyamatosan visszatérek ehhez a klubhoz, aminek nagyon sokat köszönhetek, ugye a pályafutásomnak a 90%-át itt töltöttem el játékosként is, az edzői pályámat, ha nem is itt, mert Dombóváron játékos pályedzőként kezdtem, de itt folytattam az utánpótlásban, most pedig úgy hozta az élet, hogy felkértek a Weber Gyuri segítőjének, aminek nagyon a Gyurival való személyes egyeztetés után nagy örömmel mondtam igent. Egy rövid felkészülésen vagyunk túl, azt gondolom, aminek az utolsó napjához érkeztünk a holnapi nappal, mert szombaton indul a nyitány az MTK ellen, aminek külön pikantériája az, hogy a Garami Józsi bácsi ül a másik kispadon, akivel még én is dolgoztam valamennyit, együtt a Gyuri is dolgozott, illetve a pécsi legnagyobb sikereket az ő neve alatt érte el ez a klub. Indul a bajnokság, remélem, hogy egy győzelemmel tudunk kezdeni, de nagyon nehéz mérkőzésre számítok. Mennyire állt össze már a csapat? Csatára még szükség van, ha jól tudom. Így van, a csapat 95%-ban mondható, hogy a keretünk az összeállt. A vezetőségnek köszönhetően egyben tudta tartani nagyban a keretet, meg tudtuk tartani azokat a játékosokat, akik az előző szezonban nagyon jó teljesítményt nyújtottak, illetve még egy támadóra azért szükségünk lenne, ezen dolgozik folyamatosan a vezetőség is. Augusztus 31-ig van azt hiszem az átigazolási időszak, eddig szeretnénk még erre az egy posztra igazolni egy játékost. Weber György is, és te is a játszó futballt szeretitek. Ez mit jelent, illetve akkor ezek szerint egyetértetek mindenben? Hát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hasonló elveket vallunk a futballról, ezért is mondtuk ki mind a ketten az igent a rövid megbeszélésünk után, hogy mit is jelent ez a játszó futball. Igazából a felnőtt profi futballban nem az a lényeg, hogy játszó futball, nem játszó futball, igazából ott az eredményről szól már a történet. A játszó futballt azt arra értjük, hogy egy sokpasszos játékot, egy látványosnak mondható futballt lásson a közösség, illetve hát mi saját magunk is, erre próbáljuk felkészíteni a csapatot, olyan edzéseket próbálunk végezni, de ez így volt, ha jól tudom, az előző érában is, ismerve a Márton Gabi, aki személyes jó barátom a mai napig, megpróbáljuk mi is azt a vonalat képviselni, ilyen volt a Gyuri a korábbi csapataival is, én is ezt szeretem, és reméljük, hogy ez így lesz a továbbiakban is. Mennyire fogadtak el a játékosok téged másodedzőnek? Mi a véleményed? Milyen érzés volt úgy bemenni az öltözőbe, hogy most te vagy a másodedző? Hát egy nagyon jó érzés volt, egyben egy nagyon furcsa. Az, hogy fogadtak el, ezt őket kéne megkérdezni, de a viccet félretéve a játékosoknak az ömét azért én ismertem, mert vagy az U17-ben Márkvárt, Kővári, Beke, Gajág, Gránic, őket edzettem is 1 vagy 2 évig, akkor vannak azok a játékosok, akikkel még egy csapatban játszottam az NB1-ben, itt a PMFC színeiben, meg vannak olyan játékosok, akik ellen játszottam, akár a Weber Gyurit is ide sorolhatnám. Tehát nagyon kevés volt az a játékos, aki
Szegedihez nem volt valamilyen személyes fűződésem. Én azt gondolom, hogy elfogadtak, ismertek a játékosok, hát azon vagyunk mindannyian, hogy egy remek idén teljesítsen most idén a PMFC szintén. Remek idény, ez mit jelent? Tavaly hetedik volt ugye a csapat, vannak-e célkitűzések, megcéloztatok-e esetleg egy ötödik, hatodik helyet, vagy ilyen konkrét helyezésről nem volt még szó? Én azt gondolom, hogyha ezt a hetedik helyet meg tudná ismételni a csapat, az már egy nagyon szép teljesítmény lenne. Azért tavaly senki nem várta el ettől a csapattól, hogy így fog teljesíteni. Ezért is külön öröm volt, hogy így teljesített a csapat. Ez egy fiatal csapatnak mondható, rengeteg a keretben is és a kezdőcsapatban is jó pár olyan fiatal játszik, aki a pécsi utánpótlásból jött ki. Én azt gondolom, hogy ha a középmezőnybe végez a PMFC, most már biztos, hogy jobban oda fognak figyelni erre a csapatra az elmúlt év teljesítménye után. Ez nem mentségként mondtam, ez így szokott lenni általában, de én azt gondolom, hogy ha a középmezőnybe végez a PMFC, az már egy jó eredménynek mondható, de bármi benne van a futballban. Kulcsár Árpádnak köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. Híradónk végén következzenek főbb témáink még egyszer. Hálapénz, orvoselvándorlás, oktatásfejlesztés, szakmai programok az első medikus fesztiválon. Megjelent a Kórus Fesztivál programja, 2015-ben közel 6000 vendég érkezik a nemzetközi eseményre. Új szakmai stábbal vág az új szezonnak a PMFC Mátiás, a csapat szombaton az MTK-t fogadja. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!